Unikális festménnyel bővült a Magyar Nemzeti Múzeum történelmi képcsarnokának gyűjteménye. Egy bécsi aukción vásároltak egy fiatal török szultánt ábrázoló festményt. A képről azonban kiderült, hogy nem egy oszmán szultánt ábrázol, hanem Báthory Zsigmond erdélyi fejedelem ifjúkori arcképét az 1590-es évek elejéről. Ugyanez a portré látható ugyanis Báthory Zsigmond tallérjain és a fejedelmet ábrázoló korabeli metszeteken is. A festményt kiállították az érmekkel és a metszetekkel együtt. Vasárnapig nézhetik meg az érdeklődők a Nemzeti Múzeumban. Egy fiatal török szultán portréjaként árverezték ezt a festményt Bécsben. A Magyar Nemzeti Múzeum művészettörténésze, a történelmi képcsarnok főosztályvezetője azonban tudta, ez a kép nem egy török szultánt ábrázol, hanem Báthory Zsigmond erdélyi fejedelmet. Meg is vásárolták a festményt a Nemzeti Múzeum számára. Még az aukció előtt a árverési anyag átnézésekor vettem észre, és akkor én rögtön fölismertem, hogy ez Báthory Zsigmondot ábrázolja, mert egy korábbi tanulmányomban foglalkoztam erdélyi tallérok éremportréival, és ott már láttam a viszonylag sok nagyszámú általa kibocsájtott ezüst talléron a fiatalkori képmását, és ezt metszet analógiákkal is meg tudtuk támasztani. Többek között ez az a metszet, amely alapján beazonosította a múzeum munkatársa a portrét. Az a metszet, amelyet Lambert Cornelis készített 1595-ös datálással, és ez egyértelműen a Nyugat-Európában készült a fejedelem nem ismeretében, ezért az előképként a tallérok éremportréihoz nyúlt a metsző. A metszeten kívül pedig Báthory Zsigmond tallérjai segítettek a festmény azonosításában. Azok a tallér éremportrék, amiket ott a túloldalon látunk, és ott kinagyítottunk belőle hármat, mert Báthory Zsigmond alatt indult be az erdélyi tallér kibocsátás. Tehát a közvetlen fejedelem elődei alatt is volt kis számú tallérverés, de azokon egyáltalán nem szerepelt portré, azon csak a fejedelmi címer volt egyoldalas, és Báthory Zsigmond vezette be ezt a típusú, a császári tallérverésre emlékeztető formát, ahol mindegyiken a féloldalas profilportréja látszik az egyik oldalon, míg a hátlapon pedig a címere. A fejedelem ifjúkori arcképét ábrázoló festmény az 1590-es évek elején készült. Ezt a tallérokon látható képmások is bizonyítják. A Báthory Zsigmond által kiadott érméken 1592-ig ez a fiatalos, páncélos portré látható, ahogyan a festményen is. Ezután 1593-tól pedig már egy idősebb, tekintélyesebb, bajusszal ellátott uralkodói képmás látszik a tallérokon. Bécsben azért gondolták, hogy szultánt ábrázol a festmény, mert bár a portrén szereplő férfi nyugatias páncélban jogarra látható, a mellette lévő asztalon egy szultáni turbánt is elhelyeztek. Ezt a nehézséget próbálták feloldani azzal, hogy esetleg ez egy korábbi, egy fiatal szultán nyugatias viseletben lévő ábrázolása, illetve kiderítettük, hogy korábban a kép többször is volt aukción Amerikában, és ott meg nem szultánként, hanem egy török követként, valószínűsíthetően egy renegát török követként azonosították. Ez a festmény azonban nem ábrázol sem török szultánt, sem renegát török követet, ő Báthory Zsigmond. Hogy miért található mégis egy turbán a festményen, arra is van magyarázat. Ez a festmény, ez az 1590-es évek elején készült Báthory Zsigmondról, nyugati környezetben, valószínűsíthetően a Habsburg császári udvar prágai környezetében, ahol akkor az erdélyi fejedelem, mint a török szultán vazallusa, és a fejedelemség, mint egy vazallus állam szerepelt, évi adót fizetett a török portának, a fejedelmi kinevezéshez kellett a szultán engedélye, az atname, tehát tulajdonképpen azt akarta jelezni ezzel a szultáni turbánnal a festő, hogy maga ez a fejedelem, ez egy török vazallus.
A festmény unikális, ugyanis a magyar királyi családok portréin kívül valószínűleg ez ma a legkorábbi ismert, magyarországi gyűjteményben lévő magyar szemét ábrázoló festményportré. A Báthory Zsigmondot ábrázoló festményt, a tallérokat, a metszeteket, egy korabeli páncélt és textilt bemutató kamarakiállítást november 3-áig nézhetik meg a látogatók a Nemzeti Múzeumban.